Istenünk, a mai napon egyszülött fiad által legyőzted a halált, és kitártad előttünk az örökké valóság kapuját. Krisztus Urunk feltámadását ünnepelve kérünk, teremts újjá minket, szent lelked erejével, hogy új életre támadjunk. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Kell a tisztánlátás. És éppen ezért is nagyszerű ez az evangéliumi beszámoló. Lótás, futás, felfokozott érzelmi állapot, nyugtalanság és kétségek, és végül egy rövid mondat, amit János ír le, ami igazából a pecsétet teszi az egész történetre. Az a tanítvány, aki először ér oda a sírhoz, és aki csak bekukkant, és aztán amikor később belép a sírba, akkor elérkezik a megvilágosodás pillanata, és leír egy háromszavas mondatot. Látta és hitt. Önkéntelenül is jön a kérdés, hogy mit látott, ami hitre juttatta. Az első és legalapvetőbb tény az, hogy Jézus nem volt a sírban. Angyalokról sem olvasunk ebben a pillanatban, legfeljebb néhány mondattal később, hogy Mária angyalokat lát a lepleknél, a fej és a láb felől, sőt, beszél is velük. De Péter és János nem látnak semmi természet fölötti. Csak a véres lepleket. És ha látottak nyomán, mégis eljutnak a hitre. Mert amit lát, az számára bizonyíték. Nem kell magyarázni. Egyértelmű következtetésre jut. A történéseknek a misztikumában a gondolatai és az érzékszervei olyan kapcsolatot találnak a valósággal, amely eljuttatja őt a megalapozott hithez. Az ő beszámolóik nyomán. Már mi is látunk és hiszünk. Látjuk velük, amit senki nem lát, és hiszük velük, amit ők hittek. Hiszen csak neki, az övének mutatta meg magát. És akkor pedig, ha ez így van, akkor már nem egy ronytekercsre, egy otthagyott ruhadarabra épül a hitünk, hanem arra föltámadott Jézussal való találkozásra, amelyet akkor ők és a jelenben mi minden szentmisében átélünk. Húsvét ünnepén az evangélium történeteit olvasva, láss és higgy, hogy azután higgy és láss. Mert Jézus Krisztus föltámad, valóban föltámad. Legyen vigaszunk, oltalmunk és menedékünk, ellenségeink gonosz támadásai ellen, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Szentelje meg ezt a keresztet, az Atya és a Fiú és a Szent Lélek, hogy aki az Úr Jézusra gondolva meghajolnak és imádkoznak ezelőtt a kereszt előtt, testi lelki erőt és üdvösséget nyerjenek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. További áldott, szép, boldog.